A Vonyarcvashegyi rendezvénytéren június végén rendezték meg a méltán népszerű kézműves sörök és házi ízek fesztiválját hazai és import, illetve hagyományos és különleges sörökkel, a magyar vásári gasztronómia résztvevőivel és kézműves vásárral. Ez a rendezvény nyitja meg a Vonyarcvashegyi, mondhatom azt, hogy turisztikai főszezont, azt az erős két hónapot, amikor aztán tényleg tele van a település is, és szerencsére a rendezvénytér is, úgyhogy ez a nyitó rendezvényünk, kézműves sörök, házi ízek, kézműves sörök, a sörválogatás most jelenleg 7 kitelepülőnél lehet sörfogyasztani, tehát a kitelepülők többségénél hazai gyártású kézműves söröket lehet kóstolni, nagyon különleges típusokat is, és nyilván a hagyományosok is megtalálhatók a kínálatban és a palettában, de vannak importőrök is, akik kiváló német, illetve belga, valamint hát természetesen cseh söröket is hoztak el ide nekünk. A fesztivál nevében szereplő házi ízek kifejezés arra utal, hogy az ételt kínáló egységek nagy része Vonyarcvashegyi kötődésű, jellegzetesen a magyar vásári gasztronómia képviselő. Természetesen kulturális programok is vannak, tehát jobb-nagyobb bulikkal. Vendégünk volt a tegnapi napon Takács Tamás, előtte a Candyman Duo, a nyitónapon, csütörtökön. Itt volt velünk a Nyughatatlan, a Johnny Cash emlékzenekar, úgyhogy nagyon jó kis programok. Ma még lesz nekünk itt egy Szabó Leslink, illetőleg utána egy óriási Helios bulival zárjuk a programot, most pedig a színpadon a gyermekek egyik kedvence, a Napsugár Duo látható és hallható. A kulturális programok mellett az elmaradhatatlan sörivó verseny is színesítette a fesztivál hangulatát, és mozgatta meg a férfi-női közönséget egyaránt. Egy! Go, mehet az ivász, ez az fiú! Sörivó versenygyőztesnek lenni? Nagyon különleges érzés. Én már csütörtökön egyébként próbálkoztam, szóval előnyöm volt a lányokkal szemben, de meg is lett a gyümölcse. Ez volt az első ilyen alkalom, felkértek rá, kicsit hezitáltam, de aztán igazából meggyőztek, azt úgy gondoltam valahogy, hogy akkor lesz, ami lesz. Aki jóféle étkekre vágyott, biztosan nem maradt éhen. A kitelepülők, köztük a sörivó verseny boldog győztese is, remek fogásokkal várták a vendégeket. Magyaros, házias ízek, hurka, kolbász, lecsó, mondanám, hogy szalonna alatt futunk, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk. Igen, lehet szép minden, mindig szépen láss! A vidám verseny után Szabó Leslie érkezett a színpadra, és az ő koncertjével folytatódott az este. Amivel mára készültem, egy nagyon speciális kis műsor, ami be fogja mutatni a közönségnek, aki engem esetleg ismer, még azoknak is kicsikét újdonság jellegűen, hogy én milyen többféle stílusokban mozgolódok, mint dalszerző. Azért mondom így, hogy mind dalszerző, mert nem feltétlen csak saját dalok lesznek, hanem olyan szövegű dalok, amikre én írtam vagy magyar szöveget, vagy pedig más magyar előadónak írtam magyar szöveget. A rendezvény sokakat megmozgatott. Felnőttek és gyerekek is szép számban érkeztek a térre, amely a zárónapon is megtelt a sör, a zene és a Balaton szerelmeseivel. És ahol nem csak a környékről, hanem messzebbről is rendszeresen érkeznek vendégek. Voltak éppen én zalaegerszegi vagyok, de már évek óta Vonyarcon vagyok, nyugdíjasként. És itt él a családom is, a gyerekeim, az unokáim, és kijöttünk egy picit szórakozni. Melyik a kedvenc söre? Hát a buzasör. Sörkedvelőkből és sörökből sem volt hiány, számos város sörfőzdéi megjelentek a fesztiválon, kínálatukban a legkülönbözőbb seritalokkal. Van alsó erjesztésű sörünk, a Győri Pilsz, hogy gyakorlatilag az egy ilyen átlagos kis sörünk, egy jó belépősör, és többi az felső erjesztésű sörök, IPA, APA, New England IPA, hoztunk most búzasört is, van egy savanyú gyümölcsös sörünk is, savanyított eljárással készül, és egy nagyon jó kis nyári frissítő. A hosszúra nyúlt estén mindenki megtalálhatta, miért érkezett. Kiváló söröket, finom ételeket, remek koncerteket, jó hangulatot és persze vidám társaságot is. Júliusban sem maradt senki szomjas, a település programjait hamarosan boros forgataggal folytatják majd a rendezvénytéren.